Gondoltál-e már arra, hogy miért van az, hogy megeszed az ebédet, és utána pedig úgy elfáradsz, hogy le kell feküdnöd? Ez az evés sokkal több energiát fogyaszt, mint amennyit ad. Nagyon sok ember van, aki nem tud WC-re elmenni, anélkül, hogy egy kávét meg ne inna előtte, például reggel. Gondolkodtál-e már azon, hogy a te táplálkozásod milyen? Beleeszel dolgokba, akkor eszel, amikor stresszes vagy, vagy a tévé előtt eszel? Ezek mind olyan lelki beállítódások, minőségek, amelyek nagyban kihatnak az emésztésre. És miért kell az emésztéssel foglalkozni? Mert az emésztéstől kapsz energiát, attól leszel életerős, attól lesz kedved a kreativitásra, az életre, a munkára, és hogyha ez az egyensúly valahol megbomlik, akkor nagyon nagy problémák lesznek. Az egész emésztés a táplálkozásnál kezdődik, hogy hogyan rágod meg az ételt például. A rágás az agresszióval függ össze. Ha egyáltalán nem is akarod megrágni, akkor igazából nem is akarod elfoglalni a helyed a világban, nem is akarsz beleharapni az életbe, és akkor ez már kihat az egészre, mert akkor a gyomor is máshogy működik, a vékonybél is és a vastagbél is. Egy másik példa. A gyomornál arról van szó, hogy befogadom azt, amit megeszek. Befogadom a világot. Egyáltalán azokat az információkat, amik felém jönnek. Két gyomor probléma van. Általában, hogyha túl sok a savad, akkor az azt jelenti, hogy nagyon erősen reagálsz arra, ami feléd jön. Vagy az, hogyha hurutod van, az pedig az, hogy sehogy nem akarsz reagálni mondjuk a konfliktusokra, élethelyzetekre, az agresszióra. Mondok egy harmadik példát. A vékony bél az, ami kiválasztja azt, hogy mi az, ami szükséges a szervezetnek, és mi az, ami nem. Lelki oldalról arról van szó, hogy képes vagy-e dönteni, mire van szükségem, mire nincs. Hogy tudod eldönteni, hogy neked erre szükséged, vagy hogy ezzel problémád van-e? Úgy, hogy megnézed azt, hogy tudsz-e rangsorolni az életben. Hogy van-e egy naptárad, és abban eldöntöd azt, hogy ezt megcsinálom, ezt pedig nem. Hogyha az életed szétfolyós, rangsorolatlan, el vagy fáradva, túl vagy terhelődve, és mindent megtennél annak érdekében, hogy ne döntsél, akkor gondod van a vékony beleddel, és mindenképpen valamilyen segítségre szükséged van. Szeretettel várunk a Napfényes Gyógyközpontba, a Befogadni a világot, gyógyítsd meg az emésztésed a Bach virágterápiával című workshopunkra, amelyet igazából ketten tartunk, kollégám dr. Várhelyi Gábor, az emésztés szakértője, jó magam pedig Szabó Norbert, a Bach virágterápia szakértője vagyok, és így ketten egy nagyon jó hangulatú, szakmailag is és élményekkel is gazdag workshopot fogunk nektek tartani.